Szervusztok! Ebben a videóban Gábornak fogok válaszolni a kérdésére. Az a kérdés, hogyha van egy betegséged, vagy az kialakulóban van, és nem tudsz rájönni a mentális okokra, akkor a tudatalatt futó programokra hogyan találsz rá, vagy hogyan tudsz változtatni azokon. És ez egy általános kérdés, tehát általánosan tudok csak rá válaszolni, mert attól függ, hogy mi a betegség, annak megvan egy nagyon precíz pszichológiája. De ez a pszichológia, ez spirituális pszichológia. Ez nem az a tipikus pszichológia, amit az emberek az egyetemen tanulnak. Ez sokkal összetettebb. És én azért fókuszáltam így traumákra, mert minden betegség az ugye lelki okú, lelki eredetű, és két okból történik. Az egyik az az ok, hogy mi születés előtt, vagy inkarnáció előtt beprogramoztuk magunkat, hogy ekkor meg ekkor, hogyha erre a szintre eljutunk, akkor ez a betegség előjön. Mert az a betegség akkor a törzs fejlődésünkhöz fog segíteni, vagy hozzájárulni. A másik ok a betegségnek az meg az, hogy nem vagyunk jó úton, vagy nem vagyunk az úton, és megbetegedtünk nem azért, mert büntetnek, hanem azért, hogy rájöjjünk arra, hogy rossz úton vagyunk. Én nagyon sokat küzdöttem az egészségemmel, pedig egy nagyon sportos, nagyon egészséges srác voltam, és nem tudtam, hogy mennyi mindent én magamnak nem csak beprogramoztam, hanem hogy mennyire nem voltam, nem jártam az úton. És minden típusú betegség ugye ebből a két fő okból ered, és akkor a fő okok mögött ott van a több száz mikroprogram, aminek annak a specifikus betegségnek vagy egészségügyi állapotnak a teremtője. Amikor ezt a úgynevezett teremtést, tehát hogy hogyan manifestáltuk azt a bizonyos betegséget, arra rájövünk, ennek kell ismerni ezt a spirituális, meg a van egy olyan rész, amit a legtöbb ember nem tud, úgyhogy a kvantum pszichológia. Az olyan mély, az annyira elvarázsolt, fantasztikus. Tehát amikor én gyógyítok, vagy segítek ebben gyógyulni, én oda megyek. A kvantum pszichológiában, mert ott olyan, van egy pár olyan nyakatekert konfliktus, amit egy átlag logikával abszolút nem lehet tudod, kisilabizálni. Ezért mondtam, ha emlékeztek azt a kijelentést abban a raktáráruházas videóban, hogy van megoldás, de teljesen más a megoldás, mint amit az emberek tudnak. És itt látom a kommentet, hogy valakit diagnosztizáltak rákkal. A rákot a legkönnyebb gyógyítani. És mégis egy nagyon nagy félelmet keltő valami. A rák az egy trauma reakció. Egy megoldatlan trauma reakció. 14 trauma kategória van. Erről csináltam angolul egy előadást. Hosszú, tehát ez egy másfél óra. A barátnőmmel lefordítottuk németre, az 2 óra 10 perc lett, tehát szívesen megcsinálom magyarul is. Szóljatok, jó? Mert ha van érdeklődés, akkor természetesen. 14 trauma kategória van, és mindegyik kategóriából van több száz. Mindenkinek. Csak az a különbség köztünk, hogy ki eddig mennyit dolgozott magán, és eltalálta ezokat a finom pontokat. Tehát igazán a szöget kalapálja, vagy az ujjunkat. És a rák, amit most csak azért hozok fel, mert itt látom egy kommentet a Judittól, hogy az érzelmi alapú,
mikor már ugye a testet elkezdi enni, emészteni, akkor le kell valószínű a fizikális síkon is dolgozni rajta, de amit én így észrevettem, hogy egy eléggé ostoba rendszerben éltünk. Nagyon el voltak titkolva az igazi okok, és félre voltunk vezetve, és olyan ilyen Mickey Mouse megoldásokat adtak az embereknek, hogy ez hihetetlen, dühítő. Ugye akkor a ráknak van nagyon sokféle formája. Van a májrák, akkor van a tüdőrák, akkor a léprák, akkor a, még a, az autoimmun problémák is ilyen típusú traumákból keletkeznek. Az történik a traumák alatt, legyen ez fizikai, érzelmi bántás, szexuális bántás, és még ott van 11 másik, amiről nem is tudunk, és nagyon-nagyon durva. Az történik a traumák alatt, hogy mi megfigyelünk egy bizonyos típusú eseményt, ott egy sztori, egy történet. És az a történet, amit mi tudunk, hogy amire emlékszünk, az csak egy maximum 5%-a annak, ami folyik. Van egy ragadozó, dupla ügynök bennünk, azt tudják, hogy ego. Ahogy mondtam, ennek vannak helyeske, kis cuki változatai, akkor vannak az utálatos változatai, és vannak az aljas változatai. Amikor az ember megbetegszik, akkor az már az aljas változat. És én ebbe vagyok nagyon ott. Tehát én dolgoztam nagyon sokat emberekkel, autoimmun problémákkal, rákkal, például a mellrák, ha valahogy egy hölgynek mellrákja van, tudod, a régi rendszerben, mint a hentes, levágták a mellet, kivágták a rákot, amikor az csak egy megoldatlan traumának, egy érzelmi elvaratlansága. Amikor egy hölgynek mellrákja van, ott megerőszakolásról van szó. Csak így mondom neked az okokozatokat. Amire emlékszik a hölgy, ez a megerőszakolás, ami egy fontos dolog, de igazán ettől nem gyógyulunk meg. Tehát tudni magát a sztorit, a történetet, az nem a gyógyulás. A gyógyulás onnan jön, hogy tudjuk, hogy mi hiányzott, mi volt sérülve, mi vezetett oda, és milyen döntéseket hoztunk a traumatikus sztori vagy történet alatt, az esemény alatt. Elmondok egy-kettőt, csak hogy érezzétek, hogy ez mennyire egy precíz valami, ez nem egy... Hát ez nagyon kifinomult tudomány. Amikor valaki, mondjuk egy, beszéljünk erről, mert most már ezt felhoztam, akkor valakit megerőszakolnak, egy hölgyet. Tudom, hogy nem egy kellemes téma, de nagyon sok hölgynek segítettem. Ebben is sajnos nagyon gyakori. Mi a probléma igazán? Hát az, hogy az a férfi, aki egy nőt megerőszakol, az egy gyenge férfi. Tehát ott van egy árnyoldal, a gyenge férfi. Ott van az erőtlen férfi, mint egy másik árnyoldal. Az egyik nem ugyanaz. Tehát nagyon precíz az elmének van egy nagyon kifinomult és egy mérnöki precizitású logikája és nyelvezete. Amikor én segítek emberek nyújulnak, én nagyon precízen átmegyek azon a pár száz dolgon, úgy, mint egy jó mérnök, és utána, mikor kész vagyunk, utána a testnek nincs más változása, vagy nincs más lehetősége, mint hogy meggyógyuljon. Épp elme, épp lélek, épp egészség, vagy tudod. Amikor az a raktáráruház üres, akkor nem lehetünk betegek. Azért van ennyi betegség, mert próbálják mindig az energetikát masszírozni, próbálják mindig a történetet, a sztorit masszírozni, de annak van egy nagyon bújtatott logikája minden betegségnek. És akkor minden trauma alatt, hát főleg az ilyen erőszakos, bántós trauma alatt, mi
a háttérben olyan gondolatokat kezdünk el szőni, hogy a dühöngésünk alatt, hogy tudod, ezt én kinyírom, gyere ide vissza, majd én megmutatom, hogy kivel szívoztál, és így tovább, és azt tűnik, hogy az ego azt ellenünk használja. Ezért van az, hogy az elme nem tud megkülönböztetni a valóságot a gondolattól. Ezért kell nagyon vigyázni a gondolatokra, de azt nem tudunk vigyázni, azt ki kell tisztítani, és azt meg kell állítani. Erre vannak a metodikák. És amikor mi így magunkban azt mondjuk, hogy te rohadt szemét, kinyírlak, elkezdünk őrjöngeni, és ebben az őrjöngésben ott van egy csomó olyan alprogram, ami, ahogy említettem, nagyon precíz. És azokat megoldjuk, akkor az őrjöngés elmúlik, és a rák is elmúlik. Olyan árnyoldalak aktiválódnak a traumák között, hogy ezek az árnyoldalak megtámadnak minket. Az elme ez egy nagyon erős, egy nagyon... Az első szó, ami eszembe jutott, hogy veszélyes. Tehát nem veszélyes, hanem hát úgy veszélyes, hogyha rendezetlen, akkor egy faragatlan tuskó velünk szembe, ha meg rendezett vagy üres, akkor meg a legcsodálatosabb kezes bárány. És minden betegség, valamilyen megoldatlan érzelmi, negatív érzelmi eseményhez vezethető vissza, és akkor az esemény alatt ott van akkor az a pár száz olyan komponens, vagy az, amit úgy hívtam ilyen angol előadásaimban, hogy mikro-sztori. Tehát van a fő sztori, amire mi emlékszünk, sokszor még nem is emlékszünk rá, és akkor az alatt vannak a mikro-sztorik. És ebben az a kihívás, hogy a mikrosztorik utaznak időben, tehát jönnek velünk, és a DNS-en keresztül adjuk tovább a gyerekeinknek. Láttam, vannak olyan a gyerkőcök, akik ugye magyar szülőktől vannak, vagy származnak, és itt Amerikában élnek, és nekik elég komoly, mert megnézik az amerikai életüket, és jó. Viszont amikor bármi történik, bármiféle negatív esemény, akkor nincs referencia, mivel legtöbbször a magyar ősi vonalról, a magyar megoldatlan ősi traumáktól kapták azt az állapotot, vagy kapták, vagy betegedtek meg. Ezért, amikor én dolgozom, én nem foglalkozom csak gyerekkorral, nem foglalkozom csak múlt életekkel, nem foglalkozom csak nagyon-nagyon széles körűen nézem át, ahogy említettem abban a raktárházas videóban. Mi egy ilyen összegzett gyújtópontja vagyunk az univerzumnak. Ebben benne vannak az őskorok, az asztrálsíkon levő traumák. Nagyon-nagyon félelmetes traumák vannak az asztrálsíkon. Ebben benne vannak a múlt életek. Ebben benne vannak a gyerekkori traumák. De azt szeretném elmondani, hogy a gyerekkori traumák azok már csak az újraélesztései az előző meg nem oldott traumáknak. És amit szeretnék ismét hangsúlyozni, hogy mindenre van megoldás, és az elme a megoldás. Persze, így át citromlevet, tudod, a diéta, meg nyújtsál, meg hasonló, de az nem fog meggyógyítani maradandóan. Az egy ego trükk. Az ego az részleges megoldásokat fog csak adni. Azért kell tudni tudatosan tovább menni, mentoroktól tanulni, mint ahogy én is, nagyon több száz mentorom volt. És akkor egy csomó minden még én is letöltöttem, mivel már ahogy tisztult az elmém, egyre több információt fogadtam el. Tehát ez a lényeg, hogy a betegség az egy ijesztő valami, de az csak egy jel. Olyan, mint mikor a műszerfalon kigyullad az a kis sárga. Valami, hogy valami nem jó. De ettől még a kocsi még megy, tehát tök jó, gyorsul, fog a fék, de ott valami van. És amikor ez a sárga lámpa felgyullad, ezt nem tanították meg nekünk
hogy dekódoljuk, hogy értsük meg, hogy mi az üzenet. Csak hogy csak vezetünk a sárga lámpával, előbb-utóbb akkor már piros lámpa lesz belőle, és akkor van a betegség, mikor az a sárga lámpa pirosba ment át. De ahogy mondtam, a legdurvább, leglehetetlenebb szitut is meg lehet javítani, gyógyítani, de tudni kell egy nagyon precíz, egy ilyen, majdnem egy ilyen invertált logikai világot, ami az elmének a logikája. Az elme, mit tudom én, 5%-ban logikus. Ez azt jelenti, hogy igen, gyerekkoromban apám rám üvöltött, és azóta ezt csinálom. Tehát ez a logikus része, és a legtöbb ember itt meg is áll. Van egy nem logikus része, ami annyira más, annyira durva, és én ennek ismerem logikáját, hogy ennek a megjelenésnek, vagy a betegségnek az oka, az egy picit ez, hogy tudod, apu izé volt hisztis, meg dühös, de ott van az a több száz dolog, amit ha elmondanék, nem lenne értelme, akkor azt mondanám, hogy de érdekes, ez nem értem. Persze. Ezért mondom, hogy én meg ehhez értek. Tehát ez egy olyan, mint egy programozási nyelv, hogyha azok, akik tudtok programozni, vagy ismeritek a programozás nyelveket, az elég ilyen halandzsa. Blablabla. Halandzsa nyelv, viszont megjeleníti a komputer képen azt a képet, azt a videót, amire vágyunk, de mikor változtatni kell valamin, akkor az legtöbb ember nem tudja, mit kezdjen azzal a halandzsa nyelven. Én meg ehhez, ahogy mondtam, ennek vagyok a mestere. Tehát, gyorsan összegzem, ismét ez volt a válaszom Gábornak. Ha kialakulóban van egy betegség, az még egy nagyon jó státusz, ha azt el tudod kapni. Csináltam egy másik videót, az a neve, hogy szeretet és jelentőség, az a legelső lépés. És ez már az első lépés hiányzik a gyógyulásból. Tudom, nagyon szimptomákra fókuszálunk. Mi... Hát persze, hogy másképp, nem ismertük a logikát, ez el volt takarva, el volt bújtatva, ez egy titok volt. Meg kell először gyógyítani a mi szeretetlenségünket és a jelentéktelenségünket. Az az első, ettől nem fog a rák elmúlni. De akkor is, hogyha a rák után próbálunk menni, a gyógyítás után, ez az első kettő nélkül nem fog maradandóan megváltozni. Jó? Ennyi. Tehát a bármi kérdés van, szeretettel várom, és tudjátok azt, hogy egy vadi új világ előtt vagyunk. Mint ahogy mondtam, a bemutatkozásban is, és hogy milyen világ vár ránk. Én ennek nagyon örülök. Ez egy fantasztikus, mert aki hajlandó egy régi rostás gondolkodásmódot elengedni, és bevállalni, vagy megtanulni ezt az új spiritualitás, vagy spirituális irányvonalat, és megérteni, hogy miért spirituális lények, vagy lények vagyunk, és minden, ami működik, az azért van, mert valami oknál fogva ott van egy konfliktus. Mindent meg lehet gyógyítani akkor, és ez remélem, hogy felvillanyoz benneteket, mert erről fog szólni az elkövetkezendő a jövő, innentől kezdve. Hogy az elmén keresztül nem csak a világot irányítjuk, hanem magunkat is gyógyítjuk. Én tudok másokat is gyógyítani, úgyhogy így a gondolatban átmegyek azon a rendszer, amit kifejlesztettem 13 évig. Tehát van megoldás, van kiút, és akkor azt kérem tőletek, hogy merjétek elfogadni a kiutat. Legtöbb ember, hát főleg így most ugye a magyarokhoz beszélek, Magyarországon élő magyarokhoz is, hogy a történelmünk folyamán, ahogy levoltunk verve többször háborúk, meg csaták, meg traumák miatt, megtagadtuk igazán magunktól a gyógyulásnak a lehetőségét. És az most mutatkozik, de ez mind meg lehet változtatni. Az elme csak egy nagyon, nagyon precíz, nagyon nagy háttérprogram. És amikor az ember ismeri a programozásnak a trükkjeit,
akkor mindent meg lehet változtatni, és fölül át lehet írni. Jó? További szép napot, szervusztok! És köszönöm a kérdést!